Oké, akkor tapsoljunk. Egy, három. Na. Számolja, számolja Szenga. Micsoda dominancia harc. Yes. Milyen a vajas kifli, Szabi? Hát ez nem vajas kifli volt, hallod. Focaccia. Focaccia. Asszony sütötte. De most megettem a végét. De örök harc van itthon, mert én tanultam olaszul, valamennyire beszélem azt a nyelvet. Az asszony pedig ragaszkodik ahhoz, hogy ő úgy ejti, hogy focaccia. Húha. Akkor hát. Volt ezért tányér dobálás, meg ilyenek? Szinte, felmutattad az olasz kézjelet, az egyezményes olasz kézjelet, ráztad a... Nem véletlen, hogy most ezt kihomályosította neked a Zoom, ugye? mondtam, hogy... Innen látszik. Régóta vagytok együtt, tudod, innen látszik, hogy... Mert ilyen... Remélem, az ilyen klasszik megvan minden, tudod, hogy... Ott hagyja a vizes poharat, nem hagyja ott, hogyan nyomja a fogkrémet, tudod, bármilyen véremenő. Ez nem gond, hogy így hagyja ott, vagy úgy hagyja ott, mert én toleráns vagyok. De ha én hagyom ott, az más. Az más elbírálás alá esik. Jó, azért. Milyen hetetek volt? Mondjad, Szenga, úgyis neki kezdtél. Nagyon, nekem nagyon sűrű volt. Igazából... Ez egy olyan hét, mikor tudod, hogy jövő héten go-live-ban megy valami, amiben még a bug fixing rész teszteléséhez sem értél el, nem a te hibádból. Úgyhogy az mindig ilyen jó napokat vetít előre, úgyhogy ilyen napokon vagyok túl. És pont azt beszéltük itt adás előtt, hogy pénteken 5-kor még munkával foglalkozni, a szégyen teljes a IT szakmára nézve, de hát néha megesik. És sikerült végül is kitesztelni a bugfixeket? Vagy megy a go live, aztán ne, mi baj történhet? Nem annyit sikerült elérni, hogy egy hétre posztponolták a go live-ot, úgyhogy még a jövő héten erről fog szólni, de reméljük az elég lesz. Ekkor az a posztponok napja ma. Képzeld el, basszus, ezt elmesélem. Van egy fizetési szolgáltató, a Paylike. Sokan ismerik, biztos, hogy online kártyás fizetés. Na most van egy ügyfelem, akinek hát van egy néhány ezer ügyfel, aki Paylike-kal fizetget havonta recurring payment-tel, tehát én ismétlődő fizetéssel. Sok ezerről van szó, tehát nem 100 forint esik be a kasszába. És decemberben jött a levél a Paylike-tól, hogy kivonulunk mindenhonnan, csak a skandináv régióban maradunk, úgyhogy január 31 után egy fikarszi terhelés sem fogunk végezni. Ugye két opció, hogy át kéne terelni, és hát egy opció van, hogy mindenkit át kell terelni ugye más fizetési szolgáltatóhoz, és hát a Stripe fele indultunk el, mert ugye lehet migrálni az adatokat, mind a kettő, ugye PCI, DSS, 1-es, 2-es, micsoda, meg tudják oldani, de hogy bakker, a Stripe az így dártkarokkal várja az adatokat, a Paylike meg cseszik az egészre, és megy a pingelés egyfolytával, és most odáig jutottunk, hogy tegnap megkértünk egy ügyvédet, hogy írjon már nekik egy motivációs levelet, mert hogy oké, hogy január 31-ig be kéne fejeznünk ezt, hogy ők nem migrálják át az adatokat, akkor nehéz lesz leválni, vagy fájdalommentesen megcsinálni ezt a dolgot. És az ügyvédi levél hatására a support visszaírt, hogy jó, nem tudjuk még mindig, hogy mikor lesz meg, de akkor nekünk még egy hónappal tovább fog érni a rendszer. Úgyhogy bízunk benne, hogy az alatt már sikerül nekik majd migrálniuk, és akkor... Szerintem én leszek az országban az első, aki végigvitte egy ilyet, hogy egyik fizetési szolgáltatótól átváltani a másikra, úgyhogy nem kell újra regisztrálni a kártyákat. Az még menő. És mikor jött a felszólítás, hogy eltűnnek a régióból? December elején, közepén valahogy. Tehát ilyen másfél hónap volt. Karácsonyi szezonban. Az szép. Az jó. Nagyon humánus módon oldották ezt meg. Igen, ezt IT-sként mindig szeretjük, tudod, ez a karácsonyi előtti egy-két hetet, olyankor kell CV-t is beenteni, ilyet is, persze bármi, migrálni, persze, ugye? Gondold el, hogy van egy ügyfeled, akinek van, most hasonlóan több mint 4000 ügyfele, aki havi szinten terhelgeti a tagdíjakat, és akkor azt mondják, hogy most megszűnünk, csezd meg. És ugye, hogyha meg úgy tereled át az ügyfeleket, hogy amikor nem sikerül már levonni, mert nem él az a nyomorult rendszer, akkor megy az e-mail, hogy jó, de itt regisztreled be az új kártyádat. Hát az azért az oltári nagy lemorzsolódással tud járni. Elég kellemetlen, ja. Úgyhogy drukkoljatok. Ez neked mi életed volt?
Életem legjobb heteit élem. Hát figyelj. Ugye most a Q1-es tervezések mennek nálunk, úgyhogy igazán próbáljuk a púzónkat fölkészíteni azokra a projektekre, amik várnak ránk. Ha annak így az egy harmada megvalósul, akkor azért úgy nem fogunk unatkozni. Úgyhogy igen, nem tudom. Ugye ez logbook, úgyhogy itt bármit lehet mondani, itt a szopó állarcot már bekészítettük, az biztos. Aha. Jó, jó lesz. Úgyhogy ennyi. Ebből adódóan nyilván a mai nap is egy kicsit így rizikós. Nekem ilyenkor elég az, hogy egy-kettő olyan megbeszélésem vagyok, ami így meghozza a hangulatom, és akkor abból már utána nehéz kibillenni, de... Jó vagy rossz irányba hozza meg a hangulatodat. Hát attól függ, hogy milyen a megbeszélés. Mire számítsunk a mai felvételnél, hogy egy ilyen depressziós füles leszel a Mici Mackóból, vagy esetleg egy, nem tudom, melyik a hiperaktív ott, nem tudom. Igen, én leszek a szamár, a vagy nem tudom. Ah, vagy igen. Ja, az. Kenguru a hiperaktív. A tigris a hiperaktív. Igen. Vagy kenguru, ja, nem, a tigris a hiperaktív, a szamár a depressziós. Igen, az a füles. A Mici Mackó, mi volt? Hát... Melyik mentális betegség, nem tudom, hogy mindegyiket beazonosították, ugye minden szereplőt. Azért mondom, én a szamár leszek, aki csak így ül, és így... Hát jó, ha így, akkor így. Próbáltuk rádalapozni a mai adást. Ez egy merőben optimista hozzáállás volt. Jó, hát figyelj, azért nem baj, bármi lehet ebből, mert ugye most így, hogy a csapat mindkét fele felvesz a mai napon, igazából olyan nagy rizikó nincs benne, tehát csinálhatunk egy hogy pszichológiai mellékletet ebből, vagy önismereti podcastet. Miért, hogy Friderikusztól tudjuk podcastot, vagy podcastot. Hogy kell. Podcastot? Igen. Mi is elmondjuk, hogy nagyon-nagyon profi team van mögöttünk, és erről beszélünk majd 10 igen, percet. Antennának hívják. Igen, team antenna. Nekem is itt ilyen bevilágosítók vannak, vagy nem tudom minek. Ott az öltöző hátul. Szabi, okay. Láttam amúgy a mai videódat, a kommenteket, hogy Flipper Zero videókat kérnek igen. Emberek. Igen, láttam én is. Gondoltam is rád, hogy hát mondom, lehet, hogy akkor Szengával csinálunk egy közös videót, aztán rájöttem, hogy basszus, bukos, és akkor nem tudsz beszélni. Igen, pont tegnap bevittem a céghez amúgy, kicsit úgy játszottam vele, úgymond, de hát ez nem logbook téma, úgyhogy sajnos itt most nem tudjuk továbbvinni, de jó pofa kis cucc amúgy. Kicsit elbizonytalanítottam, hogy mekkora szüksége van a Camilleon Ultra-ra így a flipper mellett, de ezt még kitalálom. Megrendelted azt is? Aha, hát a Camilleon volt meg előbb. Jó, mert meg is van. Igen, a Camilleon az meg volt előtte, kb. Egy hónappal, csak ugye az annyira friss, az tavaly ősszel jelent meg kb. És hát kb. Nem tudom, most tartanak a harmadik firmware frissítésnél, szóval hogy még sokat kell várni, hogy úgy igazán ki lehessen bontani a képességeit az eszköznek, meg a GUI is eléggé le van maradva, ami nekem azért fontos. Ugye a flipper meg alapból, hát ugye ott van a GUI úgymond magán az eszközön, hiszen ezzel a kis kijelzővel így mindent tényleg egy hát ilyen... Hát meg mobil app is van hozzá. Ja igen, nem, hát a flipper az vagyis a fényévekkel előbb elrezerátszik, amúgy tök nagyon király az egész... A user experience, úgymond, szóval a dokumentáció nagyon alapos, az appok hozzá, meg minden nagyon, szóval profi. Nem profi tudom, Ninja ugye azt mondta, hogy a Camilleonnal több mindent meg lehet csinálni. Hát, nem tudom, most kíváncsi leszek, hogy neked van mindkettő, hogy néznek, hogy melyikkel mit lehet esetleg. Több mindent nem lehet, mert amúgy a flipperben ugye van infrared is, ami már a Camilleonban nincsen. RF-re gondolok, tehát rádiófrekvenciára. Hát ott meg szerintem annyival lehet több mindent, hogy szerintem a cracking része, legalábbis a leírások szerint a Camilleonnak erősebb, szóval például az ilyen kulcs visszafejtése vagy dumpolása az a Camilleonnak jobb, mint a flippernek. Úgyhogy az valószínűleg amúgy így is van, de hát azért kezelhetőségben a flipper még veri, de ugye a flipper az már sokkal régebb óta van, úgyhogy valószínűleg a Camilleon is beéri. Hát az látszik, hogy a Camilleon az inkább az ilyen hardcore-abb arcoknak vannak. Adott esetben a terminál használat sem riasztja őket vissza. Nem feltétlen válnak a GUI-nak a frissítésére. De azért az
hogy is mondjam, RFID-ra meg NFC-re korlátozódik, a flipper azért egy picivel többet tud, úgyhogy hát azóta serényen kapcsolgatom le a tévéket, bármerre járok a nagyvilágba. IKEA étterem. Igen. Tudom ajánlani. Egyszerre jutok hozzád, akkor az ugrókódos kocsi kulcsa bepróbálkozom. Azt évezném, hogyha utána letiltaná az egy kulcsomat. Igen, azt hallottam, hogy ez jó ötlet. Igen, én nem mertem kipróbálni, mert ugye régebbi autóknál simán megy. Nyilván a garázskaput azt kipróbáltam én is, de ugye így utána olvastam, és akkor volt az, hogy ha esetleg egyszer elcseszed az ugrókódot, akkor vannak olyan kocsik, akik azt mondják, hogy ja, hát akkor ezt a komplet kulcsot letiltom, és akkor lehet újra tanítani neki, és például pont a Renault, ugye, ami az egyik autónk, az ilyen, tehát azt tudom, hogy az letiltaná a francba, hogyha valami hiba csúszik a gépezetbe. Az elektronyos, hát az is ugye Nissan, tehát az is végül is egy Renault csoport, Renault-Nissan. Uh-huh. Van ezek valami nagy neve, hogy borultak ők össze. De hát egy cégcsoport, úgyhogy nem mertem szórakozni ezzel. De a garázskapu, az nem ugrókódos? De, az is egyébként, de tehát ott is azt tudod megcsinálni, hogy leveszed a nyitónak a jelét, leszniffeled, úgy, hogy ne legyen hatósugárba a garázs, uh-huh. És hogyha ez megvan, akkor utána egyszer vissza tudod játszani azt a jelet. Tehát pont ezt mutatta ugye Ninja is az ő autójával, hogy fönn, nem tudom, a lakásba megnyomta a nyitógombot, azt megfogta az eszközével, a kamélonnal, és akkor lement, ott meg visszajátszott. De hogyha már a kocsi is veszi azt a jelet egyszer, akkor nem fog tudni még egyszer neki beadni. Értem. Ez a Ninjának a saját kocsia volt? Azt hittem valami random, tudod. Hát ez a hivatalos verzió. Végül is ki tudja, volt ott elég. Igen, jó adás. Én úgy emlékeztem, hogy nem olyan színű neki az autója, de sötét volt. Amúgy én is másik autóra emlékeztem, de... Igen. Nem tudom, hogy piros Ferrari-ja van Ninjának, de hát akkor ez nem lehet. Nem lehet, hogy ezért kellett basszus izét tényleg gyújtáskapcsolót cserélni, a rossz autót vitt el. Tudom, úgy jogos. Igen, igen. Gyanúsan sok Lamborghini meg Ferrari volt a háttérben, nem tudom, mit keresett ott, de lehet, hogy így a pentestereknek egy picit most már más a fizetési sávja, nem tudom. És, nem, és egy notebook a Google-t előtte, nem? Na és Senga, most bekérdezek, figyelj itt logbookba. Ez most ilyen belemenős lesz? Hogy áll a teaser? Kész van a teaser. Minden teaser kész van. De írtam is neked. Csak téged nem lehet... Nem, de téged nem lehet elérni Telegramon, itt privátba. Te csoportokba válaszolsz. Igen, mert hogy nem, ritkán vagyok úgy elérhető egyébként, hogy na, most ezzel foglalkozok. Elég sűrű volt egyébként az elmúlt időszak megint, de rendkívül hatékony ugyanakkor. És láttam, de mondjuk tipikus az, hogy tudok válaszolni a csoportba, mert látom, van egy szöveg, vagy van egy poén, vagy van egy gif, érted, és akkor ha az ember ráír, de amikor küldesz bakker a Telegramon privátba egy videót, hogy nézzem meg, hogy jó-e benne a hang, és én éppen nem tudom, kocsiba ülök, vagy valahol vagyok, tehát nem gépnél, hogy fölvegyem a fülest, és meghallgassam, hogy milyen. De nem fog, tehát nem tudom összehasonlítani a többi videóval, érted, hogy, hogy milyen a hangszín, meg a jó, hangerő, hát meg a többi. Ez tehát ilyen. Sajnálom, ha a géphez kerülök, akkor meg tipikusan tűzoltás folyik egyébként, úgyhogy. De fél meghallgattam, és jó lesz, visszajöttem neked, úgyhogy jó, várom. Te figyelsz, Antának ki fogja vágni, ez magánbiznisz. Nem bizniszt, mi a fejlődő népet szolgáljuk. Fejlődni vágyó népet. Világos. Szóval meg amíg nem konkurencia, addig lehet, nem? Csak ott kell óvatosnak lenni. Bár logbookban nem tudom, hogy mi hát, igen, elvileg az a szabály, bázé, hallottam olyat, hogy vannak olyan cégek Magyarországon, akik beírják a szerződésbe, hogy az alkalmazottnak nem lehet semmilyen más vállalkozása. Ilyet hallottam valamelyik tagunktól. Kemény amúgy. Hát, hogy nem tudod dolgozni. Hát ez mostanában lett egy ilyen beiratva, azt hallottam, úgyhogy valószínűleg most már egyre többen ezt nyomják, hogy főállás mellett van valami, ja. És érthető, nem érthető módon a munkáltató nehezen hiszi el, hogy te úgyis el tudod végezni a munkádat, hogy nem este reggel 8-tól délután 5-ig csak az ügyen. Felgyorsíthatja a munkaerő elvándorlását az adott cégtől szerintem. Lehet engedélyeztetni különben ezeken a helyeken. Tehát, hogy elmentek, ha a hivatalos útját választod az egésznek, akkor bebattyogsz a
HR-hez, vagy nem tudom ki ez, és akkor mondod. És hogyha nincsen, hogy mondják ezt? Conflict of interest. Igen, köszönöm. Igen, összeférhetetlenség. Igen. Tehát mondjuk az úgy nem megy, hogyha te pentesztelsz mondjuk a munkádban, és úgy fusiba is azt vállalod, akkor ott nehéz elmagyarázni, hogy amúgy eskü. Hát igen, ilyenről nem is hallottunk. De figyelj, hogyha most tegyük fel, hogy van egy munkáltató, akinek a célcsoportja, nem tudom, a multik, és azokat penteszteli, és neked, mint munkavállalónak van egy kis céged, vagy egyéni vállalkozó, vagyis te pentesztelsz kis vállalkozásokat, akkor szerintem ott rohadtul nincsen conflict of interest. Hát figyelj, Szabi, vegyél fel úgy embert, hogy ezt engeded neki, és elhiszed, hogy alattad úgy dolgozik. Úgy megnézném hát, azt, hogy egy kasszával ott állnál fölött. A cégeknek megvan a jogi usztálya azért arra, hogy esetleg, ha ilyen van, akkor erőteljesen sarokba szorítsák az embert. Most megmondom őszintén, hogy én az elmúlt időszak, vagy elmúlt munkahelyeimre mindig úgy mentem, hát nagyobb, hogy 2002 óta, hogy én mondtam, hogy nekem van vállalkozásom. Ha nem tetszik, nem jövök ide. Kész. IT szektorban... Nem. IT szektorban azért szerintem nem ördögtől való az, hogy valakinek legyen egy vállalkozása, és néha akár csinálni, nem tudom, weblapot, vagy ezt, vagy azt szeretett IT-ba, vagy nyomtatót szereljen. Tehát... Figyelj, én pár helyen dolgoztam, de őszintén, hogyha így áll valaki hozzá, akkor nem szokott a legtöbb mindenből probléma lenni. Tehát inkább a simliskedésből. Meg ahogy mondod, hogyha már így keresel, és ezt interjún megmondod, és ez lehet bármilyen kritérium, hogy te hogy akarsz bejárni, hogy ugyanúgy, mint a fizetési igényed, vagy bármi, persze, hogy azt szerint kereshetsz, és akkor meg tudtok állapodni, mert ez általában visszafelé szokott, hogy az emberek erről elfelejtenek szólni. Persze, szokott ebből konfliktus lenni a legtöbb, hogy mondjam, multinál vagy nagy vállalatnál, persze, vannak erre vonatkozó szabályzatok. Hát figyelj, szerintem tiszta lappal kell játszani így is, úgy is. Szóval te mindenképp az interjú mondod, nem mikor már fölvettek. Ja, az annyira nem veszi jól ki magát, ja. Bár nagyon-nagyon régen voltam már interjú, úgyhogy nem tudom, de... Hát én nagyon mélyen elraktam azt a compliance-től a választ, hogy oké, mehet. Annó, mikor a munkáltatómmal lebeszéltem ezt, de... Ez a pentesztni az érdekes kérdés, mert elvileg én is azt gondolom, mint a Szabi mondott, hogyha nem viszel el ügyfelet a munkáltatód elől, illetve nem az van, hogy le akarnának szerződni a munkáltatóval, de te jelzed, hogy figyelj, gyere inkább az én BT-mhez, és én negyed annyi. Mert úgyis én csinálom. Igen, úgyis én fogom. Akkor én se gondolnám, hogy ez gondot jelent, de nyilván mondjuk a jogi osztályon ezt láthatják máshogy. Hát meg nehéz, mert úgyhogy jöhetnek olyan dolgok, hogy mondjuk a céges eszközt valaki ilyenre használja, vagy ugye investálsz az emberedbe humán oldalról is, tudás oldalról is, ilyesmi, és azt ő privátba használja. Azért mondom, ezek mindig nehéz kérdések. Nem nagyon szokott olyan lenni különben, hogy amennyire én tudom, hogy ezeket elkasszálják, de amúgy, hogyha igen, az is egy értető dolog ilyen szempontból. Hogyha az tényleg valamilyen szinten, nem tudom, Szabi, olyan szépen mondtad legutóbb, hogy conflict of interest, vagy valami igen. Ilyesmi, hogyha ilyesmi van. Szóval én megértem nyilván a munkaadót is, hogy erre egy picit próbál figyelni. Főleg nagyvállalati környezetben, meg nagyvállalati, hogy mondjam, csoportoknál azért az emberek elég fura dolgokra képesek, azért azt valljuk be. Ez mit jelent? Hát mondjuk akár egy ilyen, hogy mondjuk nem jelenti be, hogy ő mondjuk nem tudom mellette fusiba beszámláz, nem tudom máshova, vagy másfajta munkát végez, vagy mit tudom, bármi ilyesmi. De sok minden, tehát itt nem konkrétumra gondolok, akár humán faktorokra, nem tudom, most megfogtál különben ezzel, annyi minden ilyen történt. Csak az ilyen PC hangzott, ott ilyen fura dolgok vannak az embereknek, hogy... Igen, sokáig vezettem embereket, és próbálom úgy fogalmazni, tehát nem akarok senkit megbántani, de azért pár dolog és pár ember már átmentük a kezünk alatt, és... Na, a tehát... pincébe. A kezünk, a telefonkönyvek és... Igen, hát a vallató szobán. Ezt tudod, bejáratott dolgok. Most már az a baj, nem nyomtatnak rendesen telefonkönyvet, úgyhogy nem lehet meggyőzni könnyen az embereket. Hát ilyenkor kell az okniba rakott narancs. Igen. De ne politizáljunk. És nálad van ilyen a csapatban, Zé, aki csinál valamit még a főállás mellett? Van, de kért engedélyt.
Aha. És teljesen más dolog, vagy, vagy IT-hoz kapcsolódik? IT-hoz kapcsolódik, csak nem SECU. Aha. De amúgy van olyan is, aki SECU. Csak nem ugyanazt csinálja, mint amibe, a, mint amibe dolgozik. Tehát lehet. Nálunk ezt relatív rugalmasan kezelik, de nyilván tudok olyanról is, akinek már elverték a farkát ostorral, tehát uh-huh. Az ilyen. Valami csúnyát szabít. Csinált, vagy, vagy, vagy mert nem, nem jelentette be? Hát a képzeletedre bízom. Persze, nem jelentette be, és kiderült. Például. És mit neki? Elnye, vagy az, hogy viszont hallás? Hál' Isten, ezt már nem nekem kellett kezelni. Akkor te voltad. Nem, hogy van ilyen, ilyenkor van valami büntetés? Amit fizetni kell a cégnek, vagy ilyenek? Vagy csak ez jó kérdés. Csá? Nem szokott különben ez feltétlenül kirúgásba végződni, tehát ez egy fegyelmivel megoldható. Most az, hogy a jogi osztály hogyan jár ilyenkor el, vagy egyáltalán van-e arra vonatkozó, ez szerintem nagyon sokszor ám a közvetlen vezetőn, vagy akár a, hogy mondjam, a részlegnek a vezetőjétől is függ, mert ő ebbe csinálhat uh-huh. úgymond egyedi elbírálást, vagy egyszerűen csak nem adja tovább az információt. Most ez nagyon bénán hangozhat, de hát ott is emberek dolgoznak, tehát azért a humán faktor az mindenhol játszik. Itt uh-huh. is, persze. Hát most még emberek dolgoznak, de aztán majd jön az AI. Azt mindenki, igen. Azt már nem fogja érdekelni, hogy jaj, hát rákos a feleségem is, visszem az orvoshoz, és késtem. Igen? Nagyon érdekes. Ugye, hogy jó az, amikor azért ez a humán faktor ott van, és akkor mondjuk esetleg ezt a másik oldalon lévő ember az megérti, és nem feltétlenül rögtön ő, nem tudom, paragrafusokat lebegtet, meg a munkaköri leírást, meg a nem tudom micsodát. Mert ugye ez az, amit most próbáltunk így a végletekig kihegyezni, szóval azért általában jó ember van a túloldalt is. De persze, hát porul lehet járni. Ezzel, hogyha valaki tényleg nagyon hülyén kezeli ezt, vagy... Legutóbbi adásban hoztam a Schneiernek a cikkét az AI jövőbeni esetleges szerepeiről, és amúgy 10-ből kb. Hát szerintem minimum 5 az ilyen joggal kapcsolatos volt, hogy jogi ügyekbe fog segíteni, jogszabályt ír, ügyvédi munka folyamatokat vált ki, nem tudom, jogi stratégiát szervez, ilyesmi, szóval valószínűleg azért nagyon rakkolós, meg ahol nagyon sok kapcsolódási pont van. Ez az ember, mikor nekem most az ilyen tanácsadói dolgokkal kapcsolatban bele kell merülni a jogszabályokba, ott látod ezeket a végtelen kereszthivatkozásokat, hogy ez erre a törvényre hivatkozik, az arra a kormányrendeletre, az arra az, nem tudom, EU-s direktívára, és akkor tényleg az 30 keresztcsek, hogy az amúgy érvényben, hatályban van-e még, ha nincs, akkor van-e mi a helyettesítő, stb. Hogy mondjuk erre speciálisan jó lesz az AI, mondjuk egy ilyet így végigfuttasson. Hogy a kell aram. Hát oda kell aram, igen. Magyar jogrendszerhez. Igen, hogy ott végigmenjen. Bip, bip. Amúgy kíváncsi, hogy hány ilyen broken link van a magyar jogrendszerben, hogy hivatkoznak itt odik keresztbe, és már rég nincs érvényben, vagy kivették ezt a passzust, vagy nem tudom. Azért mondom, hogy már nem úgy kell, mint régen a jogi kiskapukat, tudod, a bűnözők, meg ilyesmi, hanem hogy bepötyögi az AI-ba, elmondja, hogy hát, szeretnék üzletet csinálni, és kevesebbet adózni, kacsint. Adót optimalizálni. Igen, igen, igen. Igen. Úgy mondják szépen. Úgy mondják magyarul. Igen. És addig optimalizálsz, még egyszer csak kapsz egy csíkos ruhát. Ja. Képzeld el, AI-ról jut eszembe. Megint majdnem szerepeltem a médiában. Beszélgetésem volt, kérlek szépen, Rolnai Egonnal. Rádióinterjú. Gratulálok. És utána hallgatom az adást délután, hogy ez felvételről ment volna, és elmondta, hogy na, fogunk beszélni akkor az AI-ról. És aztán nem jött az interjú. Mondom, ez mi a fuck van, érted? Másnap is meghallgattam, semmi. Hát mondom, valamit nem sikerült akkor, mondom, hogy hülyeséget mondtam, vagy nem tudom. Írtam a szerkesztőnek egy e-mailt, hogy bocsi, de hogy lesz ez adásból, vagy elcsesztem valamit, vagy nem tudtam beszélni esetleg, vagy mi lehet. Fölhívtak rögtön, hogy azért akartak már hívni, hogy majd ismételjük meg a riportot, mert ott nincs egy rendes antennájuk, és képzeld el, hogy a technikus az elcseszte a fájt, vagy rámentett egy másikat, úgyhogy semmissé vált az interjú. De kajan! De egy poénból be akartam nyomni, hogy nem nyomták be a rec gombot, tudod, vagy mi, de akkor...
Akkor benyomták, csak ment a variálás a szerkesztésnél, azt mondja, hogy az első interjú az hosszabb lett, mint tervezték, és akkor gyorsan ment a variálás, hogy akkor én nem a második leszek, hanem a harmadik, és nem tudom, és elkezdték átnevezgélni a fájlokat, és ugyanaz lett a neve. Hihetetlen. Mi a tanulság, legközelebb te is viszed a recordert magadnal, és csak átadod. Mondjuk az komoly. Kérdez meg az egont, hogy ezért roadcastert vigyek, meg, vagy valamit? De telefonos volt ez is. Ja. Aha. Próbáltam belobni nekik, hogy biztos, hogy telefon, mert hogy vannak jobb hangminőségű cuccok is. Ezt megtanultam antennától. Köszönöm antenna ezúton is. De azt mondták, hogy egy telefon. Fú, igen, az amúgy 2024-ben annyira kidob, igen, amikor felhívnak valamit, valakit ilyen recsegő telefonnal, és akkor azt játsszák be. De hát ugye a Ronald Reagan az még ilyen régi motoros, úgyhogy lehet, hogy ő pont még ezt a 80-as évekbeli feelinget próbálja behúzni. Igen. De meg hát ugye próbálnak kiérni a... Jó fej volt, nem? Na? Aha. Képzeld, hogy ugye AI-ról volt szó, de hogy úgy kezdte, hogy akkor és akkor mit csinálok, szóval etikus hackert fogom kérdezni, és hogy mi is az etikus hacker, és akkor bementünk is ebbe az IT-szegbe, hogy mit csinál egy etikus hacker, és utána váltottunk témát, hogy tök jó fej volt ilyen szempontból is, meg más szempontból is, de ezzel nagyon meglepődtem, hogy így fölvezettem. Ez egy elég tapasztalt riporter. Ja. Biztos ügyesen kérdez. Hát látták az ATV-be is, frissen, barber, minden belőve. Előző este fél tízre mentem fodrászhoz, ne idegesítsi biztos voltam, hogy igen. Most meg azt hittem, hogy az Egonról beszélsz, mondom, mit lőtt be ő a barbernél? Ne, hát ő szegény, már nem. Hát figyelj, ilyen fejborotválásra eljárhat végül is. Oké, persze, csak hogy... De igen, valóban. Nem ő a célközönség. ATV-s az élmény volt egyébként, mert így ott is mondták, hogy jó, akkor küldenek taxit. Mondom a címet. Mondtam a címet. Eltett egy fél óra, fölhívott ott is a szerkesztő csajszi, hogy van egy kis gond, mert hogy Pest megye határán kívül vagyok, és vagy nem, tehát Pest közigazgatási határán kívül vagyok, és akkor így itt sajnos nem tudnak, úgyhogy mondom, nem baj, már jövök. Tehát jövök saját kocsival, nem érdekel. Ott leszek. Jaj, köszönjük szépen. Ugye mentem saját kocsival, oda kell térni korábban. Én annál is korábban érkeztem, mert biztosra megyek, és mondták, hogy jó, akkor menjek fel a sminkbe. Úgyhogy beültem, tudod, látsz így a fiágban ilyen tükör, teli lámpával körülöttek, és sminkestre megadta a pudert, meg amit kell, hogy ne csillogjak. És akkor ment a várakozás, addig benéztem ide-oda, ilyen stúdiókba, amit ki volt nyitva, rohadt nagy terem, el van osztva, amit én négy fele, és akkor különböző díszletekben vannak rendezve a különböző műsorokhoz, és középen van a kamera, sziget vagy a kamera, és csak így átfordulnak a másikra. És akkor mindig bementem, vártam még ott egy kicsit, és akkor aki előttem lett volna, az nem tudta összerakni a technikát, mert az ilyen Skype-os bejelentkezés lett volna, és ehhez csak rohan egy ilyen fejhallgatós csajszított walkie-talkie-val a kezébe, hogy itt van, megtaláltam, gyere gyorsan, vagy akkor műsorváltatás, te leszel előbb. Úgyhogy nem volt időm izgulni se. Be a stúdióba, még ott ment a hírek, addig a sutogóba kérdeztem, hogy jó, de hogy mi lesz az első kérdés, hogy legalább fejbe egy kicsit tudod, ott legyek. És ott is az volt, hogy megy ez a hírblokk, és a kamera addig átfordul ugye a másik szetre, ott a híradós ember bemondja, és aztán visszafordul, és akkor megy onnan tovább az egész történet. Úgyhogy tök izgalmas volt. Jó így belelátni ebbe a világba. Akkor Csaba átpasszolta neked a stafétát. Igen. Ezután is köszi Csabának. Mert... Ezt éled amúgy, ezeket a dolgokat? Így... Hát, hogy ítéled meg? Nekem úgy látszik, vagy úgy tűnik, hogy szereted. Figyelj! Erre van egy olyan válaszom, hogy nyilvánvalóan ez egy jó dolog, hogy több ember megismerheti a nememet, vagy aki esetleg vacilál, hogy érdemes velem dolgozni, annak ez egy bizalomépítő tényező lehet, hogy engem még a televízióban is lehet látni. Van egy nem annyira official válasz, az pedig az, hogy ja, végül is élvezem. Tehát persze, szeretem azt az izgulást, ami van előtte, akkor fölhívnak, és jó, akkor kéne egy felvétel, tudod, ismeretlen helyzé, gyomrom az így összeugrik, remegek, meg minden, tehát van benne egy ilyen stressz, meg gyomorideg, de ilyen jó értelemben, tehát hogy tudom, hogy nagyon izgulsz, hogy hú. Téged motivál ez. Most mi lesz? Motivál, igen. És aztán, amikor ott vagyok, akkor általában már teljes nyugodtság, és utána olyan tök jó, hogy na, ez az, megvan. Úgyhogy meg is csináltam a sajtó oldalt, a weboldalra már, hogy hol voltak megjelenések, majd ezt most gyűjtögetem, mint a Lutra albumban a matricákat.
Ez tök jó. Ez igen. És hát persze gyúrok arra, hogy be tudjam mondani valamikor egyszer, hogy Hánel! De figyelj, nem láttam a hekkés lángos sajtó oldaladon. Nem olyai, azért, de... Ja, várjál, a podcast a sajtónak számít? Persze. Minek? Ja, hát akkor kirakom. Rád engedjük antennát. Csak várom Bélát, hogy megírja azért rólam. Tudod, van az az impresszum rész, vagy a About Us a weboldalon, és nincs rólam semmi. És hát most addig érted. Az égdől sincsen, ugye? Amúgy ezt múltkor így eszembe is jutott, mert évente egyszer fölmegyek a honlapunkra, és ott néztem, és tényleg úgy valamit, én akartam is mondani, igen, hogy nem, azért rólad nyilván végképp semmi nincsen, úgyhogy hát figyelj, mindegy, ez egy, szerintem évente frissül az oldal, úgyhogy lehet, hogy a következő update ciklusból becsúsztok. Nem tudom, mert most már 2 éve vagyok tag, úgyhogy... Még mindig nagyon naív vagy akkor. Sem merült benne, amikor Béla mondta, hogy ő üzemelteti az oldalt, én ott el is rengettem, nem is tudtam, hogy van impresszum, de ugye a többit is, mert mondta, hogy évente egyszer szokta így mókolni az egészet, meg ugye mi dolgoztunk. Nem szokta, nincs idő értéke. Nem szokta, akkor sem. Múltkor is bemondta őt adásban, amikor voltunk, hogy és Szabi is már nem tudom, egy éve itt van velünk, és mondtam, hogy barátom az már 2. Jaj, hát jó, figyelj, gyorsan repül az idő, veled látod. Hát de jó. Akkor most egy ilyen sajtós irányba is elindult ez menő amúgy. Ez a sajtós lángos. Amelyik azért ez hamar ki tud égetni, nem? Én azt gondolnám. Nyilván most még nem érzed, de kicsit azt látom, akiket ismerek, és én nyilatkozó arcok, hogy azért, hát szerintem a Csaba is talán ezért vonul vissza ettől, mert... Hát igen, de ugye a Csabánál láttam, bár majd megcáfol, vagy nem, hogy nála ilyen ciklusok vannak. Még talán egyszer, amikor VIP-ban volt, akkor mesélte is, hogy ugye valamikor oktat, akkor abba csömörlik meg egy kicsit, aztán utána a versenyszféra, akkor azt úgy, az égeti ki, aztán vissza az oktatásba, tehát szerintem ő így váltogatja, hogy most hol vagyok, meg szerepelek, nem szerepelek. Valahogy próbálja ezt az egyensúlyt tartani, ami egyébként szerintem tök jó csinálja. Most nyilván a YouTube shortokra, vagy TikTokra, nem tudom, rakják fel ugye a videókat, arra biztos fordítanak sok energiát, hogy azt menjem, mert szinte minden nap megy fel egy kis videójuk hírekkel, úgyhogy én megértem, és ugyanakkor köszönöm is, hogy eszébe jutottam, hogy kinézte belőlem, hogy tudok értelmesen nyilatkozni ilyen kérdésekben. Hát az durva, hogy a Csaba most minden nap felrak egy YouTube shortot. Hát ez, ami nem tudom, hosszú távon biztos, hogy elegem lenne belőle. Még ha csak egy ilyen kis rövid. Igen, az a full kiégés, de tényleg, mert akkor még nem is tudom, mikor egy ilyen fél éve, egy éve beszéltük Bélával is ezt, hogy nem kéne itt emlékeztek ilyen, mit tudom, ilyen másfél órás podcast, mert már más a közönség, csak így pörgetik, tudod, TikTokon ezeket az ezeket, és hogy azt kéne, de hát ez brutális, ezt minden gondolj bele, azért ez marha sok idő kigondolni, összeszedni, felveszed, kitolod, és ott nincs megállás minden nap. Nem tudom, most Csabának milyen munkaköre van, tehát lehet, hogy neki ez valahol munkakörében van, hogy egyébként is minden nap bújja ezeket a híreket, és akkor estére összerak belőle egy izét, sortot, fogalmam sincsen. Hogyha nincs amúgy benne a mindennapjában az, hogy ezt kell csinálni, akkor biztos rengeteg időt elfog, vagy elvesz ezt tőle. Én alapvetően a saját csatornámon mindig agyolok rajta, hogy kéne csinálni shortokat a csütörtöki hackből, de hogy nem tudok, tehát nem olyan a téma, amit össze tudok vágni értelmes egy percet, mert hogyha egy perc, akkor nem lesz értelmes. Hát azért mondom, hogy ez egy külön műfaj, tehát igen. Szerintem marha sokat agyalnak, mert azt hiszük, hogy ez mennyire egyszerű, ott van mondjuk, ahogy mondod, fél perc, egy perc, két perc, bármilyen rövid, de hogy abba bele tudjál valami értelmeset, ami szórakoztató is, meg is fogja az embereket, de valamit át is adtál, azért szerintem az nem triviális. Fel kell venned egy shortsvágó embert, Szabi, akinek ez a feladata. Nekem kéne a fejembe, tényleg, ahogy Zé is mondja, összerakni azt, hogy mi az, amit egy percbe át lehet adni. És tavaly csináltam egy olyat egyébként januárban, hogy 2 hétig, vagy 3 hétig minden nap, minden hétköznap kitoltam egy shortot, volt előre egy kis tartalmi terve, meg fölvettem egy délután az összeset, és akkor be volt időzítve. Uh-huh. TikTokra, meg YouTube shortra, és egyébként egy meglepően sokan nézik, tehát vagy 10-szeres szorzó biztos ott van a sima videókhoz képest, megfeliratkozást is hoz, de mindig azt érzem, hogy nem nekem való. Meg hova férnem be az idődbe? Az a buli, hogy
magát fölvenni, az rohadtul gyors, meg a megvágni is gyors, mert ugyannyira rövid videók vannak. Uh-huh. Ez valószínűleg kevesebb időt venne el összességében, mint a heti egy videó. A produktív része, vagy produktumkészítő része, vagy a videós része, de az meg, hogy kiagyaljam azt, hogy akkor úgy heti 5 nap, mi lehet az egy momentum, amit át akarsz adni, és az hogy kell jól megjeleníteni, és hogy tudsz olyan dolgokat belevinni, még a videóba kis feliratokat, meg tököm tudja, mit érted, hogy, uh-huh. hogy az olyan sortos legyen, na igen. Az vinne el rohadt sok időt. Hát mondjuk lehet az is segíteni, ugye a értelmes témákról beszélnél, és akkor ugye egyszerűbb lenne. Szóval, hogyha értelmes lennék. Megkaptad azért a tűt. Ja. Hát meg nem is azt mondom, hogy tényleg ott mindegy, hogy fáradt vagy, hogy nincs gondolatod a francba, kívánod az egészet, beteg vagy, megfáztál, akármi van, hanem azt, mert ott nagyon-nagyon könnyen el lehet veszíteni a feliratkozókat, vagy azok, akik ezeket nézik, hogyha nem nyomod ki folyamatosan a kontentet. Szerintem az az, ami brutális. De még sima youtubereknél is látom azt, hogy tényleg van olyan, aki egy-két naponta nyomja, és fönn van Instán is, ott is nyom valami, TikTokon fenn van, tehát hogy ezek az emberek, nem tudom, hogy hogy csinálják, az egész életüket el köré szervezik. Hát amúgy hát így, hogy kb. Főállásba. Szóval hogy ezen pörögnek egész nap, és már sokszor amúgy kiosztják, szóval ez nem viccből mondom, ezt a shortvágót, hogy kiadják így embereknek, akik érzik ezt a flash-t, hogy milyen egy jó short videó, vagy short videó, és akkor megvágják neked az aktuális izétből, és minden tartalomkészítő azt mondja, hogy ezek hozzák a legnagyobb nézettséget, meg utána a feliratkozás. Szóval az világos, hogy tényleg ez a figyelem kapitalizmus, ez leszűkült erre a néhány másodpercre, és ezt most jelenleg ezeken a területeken lehet megnyerni. De mondjuk tényleg jó pofa ez, amit mondasz, Szenge, hogy megcsinálod a saját kis műsorodat, kiadod, ők gyorsan megkeresik azt a néhány snittet, benne összevágják, egy kis zene, mit igen. tudom én, felirat, akármi, puf. Amúgy ez tényleg jó igen, pofa. És vannak emberek, és ugyanígy megcsinálják neked TikTokra is, vagy Insta Reelbe, ilyen pár másodpercre. Szóval van erre ember, Szabi? Ne kell keresni egyet akkor, hát ha. De mondom, azt nem tudom, hogy tehát az én videóimból mit lehet így összerakni, mert nem nagyon tudok olyat mondani, hát, hogy most lenne egy ilyen nagy tanulság, hogy mit a szomszédok végén, amit el lehet mondani egy mondatban. Persze, ne is erőlködj, engedd el. Ja. Te, no. Vagy újat kell indítanod, amit annyit annó csináltál. Csak ugye az ugye dupla effort, szóval hogy kifejezetten a shortsra gyártasz tartalmat, hogy erős jelszavak, vagy nem tudom, mondtam valamit, és akkor... Igen. Egy gyorsba. Valami de ilyesmi lesz, volt, nem? Ilyet csináltál. Igen, az volt, hogy meg volt, mondom, 2 hétre így előre kb. Az, hogy na mindig egy téma, amiről lehet egy percig darálni valami dumát, meg összevágni, úgyhogy szóközöket is ki kell vágni, hogy annyira pörgős legyen az egész. De nem akarok vele foglalkozni most. Nem. Van most nekem minden egyéb problémám, úgyhogy meg hát most látom, idén gépet is kéne majd vennem másikat. Én látlak már az Apple közösségbe téged. Te tagadod, nem akarod ezt, de Novi. Látlak. Látlak. Klubban. És mondd, nem, te voltál múltkor, vagy Béla volt talán, vagy te voltál a másik? Én voltam. Ugye az ARM-es vonal, de hogy most láttam a Tech2-n egy videót előrendelhető gépről, Intel Ultrával, szintén hosszú üzemidő, meg nagyon halk, meg minden. Az Asus ZenBook OLED 14 most fog kijönni, és na, nem akartam Asus-t venni, mert nekem nem, úgy voltam vele, hogy Dell vagy Lenovo, de azért most ez így szép is az a gép, azért abban az árkategóriában szerintem olyan nagyon szar se lehet minőségileg, azért, hogy fémházas az egész, uh-huh. 1,2 kiló, rohadt könnyű, rohadt vékony, erős. Az mennyibe kerül? Az is 1,2? Nem, olyan 570-580 körül van az i9-es Ultrával. Uh-huh. Én is Asus-os. Lesz, mert még úgy, csak előrendelhető. Várlak a testvériségben. Te Asus-os vagy? Aha. És jó, meg vagy elegedve vele? Rohadt hangos. Nekem... Én azért akarom lecserélni a Dell G3-omat, mert ez tényleg hangos, ez zúg, mint az őrület. Aha. Hát ezt nem mondanám, ez ha nagyon... Ha pörög a 60 FPS ray tracing, akkor nagyon sikít, de hát azt nem csodálom, de néha azért, hát a condense mikrofonnal, a wireless mikrofonomba
ha felpörög, az már behaladszik. Az már úgy rendesen érezhetően fölveszi a hangot. Nekem ebbe is egyébként, ebbe a dinamikusba is beszokott haladszódni így a gép. Tehát ez a G3-os az úgy pörgeti. Viszont ugye most láttam tesztet, vagy egy-két youtuber, ilyen nagyobb youtuber megkapta az Asus-tól ezt a gépet, és izzasztották, és így mondták, hogy rohadt halk is egyébként. Aha. Van benne aktív fűtés, de hogy elég halk. Aha. Mondjuk a hang számít, akkor valószínűleg amúgy az Apple a legjobb. Szóval Mac-et még nem hallottam hangosodni. Mert nincsen benne ventilátor. Na, ennyi. Hát a Szabi, úgyhogy... gyere, Szabi, gyere. Nem. Nem, én két évig voltam ezért Mac-olni fejlesztő, köszönöm, nekem elég volt. Én abban az időben annyira meg tudtam gyűlölni, hogy nem. Oké, hardware lehet, hogy jó, de most azért megszokjam azt a buzi billentyűzet kiosztást rajta, érted? Én amúgy nem értem, tudom, amikor a grafikát dolgoztam, akkor is volt egy szoftver, és akkor ráraktad, és akkor beállította a rendes billentyűzet kiosztást kb. Nagyjából, de az OS nem volt a barátom. Úgyis Linuxot raknék rá, akkor meg minek. Aha. Hát jó, mondjuk, aki ilyen sérülésekkel él, hogy így is úgyis Linuxot akar simán használni a mindennapokban ott. Köszönöm, hogy nem annál. Nekem kellett kimondanom, nem akartam gonosz. Lehet, hogy a probléma ott kezdődik. Hát figyelj, hogyha sérültnek kell lenni ahhoz, hogy ilyen rendszert használjuk, akkor én vállalom. Vállalom, én nagy, figyelj, én 2006 óta azért, úristen, az már lassan 20 éve, csak Linuxozom. Linux desktop éve van 2006 óta nálad? Aha. Hát akkor volt az, hogy de ezt talán meséltem, hogy ültünk egy irodaházba, dolgoztunk volna éjszaka, én a friss Ubuntu-val, mert akkor előtte volt nekem, 2002 óta volt nekem Mendréktől kezdve Uhu Linuxig, meg mindenféle volt, és akkor adtam fel a 2006-ba az első Ubuntu-mat, és elment az internet az irodaházba, és odaadta még az a szappantartós Vodafone modemet oda, első ilyen mobil modem, hogy mindegy szappantartó, vagy mindegy egér úgy nézett ki gyakorlatilag. A haver, hogy akkor dugd rá mobilnet. Hát mondom, pász meg, hát ez Linux. Hát nem akarok kernelt fordítani, minden, hagyjál, hát nem fog menni. Dugd már rá. És az volt az idő, hogy a Windows-ot rádugtad, fél órát kerregett, meg telepítsd újra, meg tököm tudja, és akkor jó volt, és akkor jó, mondom, RP ad ide, így rádugtam az USB-re, tudod, tessék, rádugtam, mert egy fölugrott egy ablak, plutty, Vodafone mobilnet, akarsz csatlakozni? Igen, nem. Ne. Ez biztos valami bug lesz, érted? Rányítom, hogy igen. Bekérte a pinkodot, és fölcsatlakozott, és így what the fuck? És működött. És azóta Ubuntu csak. Igen, emlékszem. Ezt ugyanígy valami logbookban mondtad, és akkor ugyanígy elmondtuk, hogy az egyszerű Linuxosnak az élményei, hogy valamit rádugott, és anélkül, hogy kihullott volna, a haja működött. És ezek így megmaradnak igen. Egy életre. Igen, igen, igen. Hát figyelj, de hát ez 2006, tehát nem ma volt. Igen. Na jó, vegyünk föl valamit? Kéne. Igen. Egy kis filozófia következik.